Szerinted van-e fiú-lány barátság? Ez egy nagyon megosztó téma szokott lenni. Vannak-e határok, és mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy van, csak maximum az egyik többet érez. De és nem mondjál! De onnantól kezdve már ugye az nem barátság. De hát ugye szokás mondani, hogy a barát akkor is a barát, amikor beteszi. Igen, de viszont most jókat kuncogunk ezen, de sajnos nagyon sokan ebbe a csapdába esnek, és vagy nem merik elmondani az érzelmeiket, mert megszakad a barátság, és már nem lesz a közelébe. Ez nagyon nehéz dolog. Például mi a feleségemmel ugye úgy élünk, hogy esélyt sem adunk arra, hogy bármi olyan, akár egy flörtölés előforduljon a másik nemmel. Nem keresitek a lehetőséget. Így van, igen, ez nem a is baj. Beszélünk másik nemű ember. Jó, persze a fontos dolgokat, meg az, hogyha írnak nekem, visszaírok, vagy segítünk, de az, hogy legyen olyan ember, akivel egy másik nemű ember, akivel nap mint nap folyamatosan beszélünk, olyan nincs. Nem, mert most csak gondoljunk bele, hogy esne a másik. Hogyha tételezzük fel mondjuk az én párom folyamatosan egy másik férfi társaságát keresni, és oké, ő azzal magyaráz, úgymond a barátja, de... De fura. Fura. Igen. Túl fura. Meg nem, lehet, hogy most butaságot mondok, de meg lehet azt mondják az idősebbek is, hogy ez náluk még mindig van, de szerintem ilyen 30 év fölött már nincs ilyen, hogy nem, mindenki. Vagy ha van is, akkor az nagyon-nagyon ritka. Igen. Vagy tényleg az olyan barátság, mert itt is ugye a határok, hogy találkozunk, két puszi, ölelés, azt bulizunk egyet, de nem az, hogy folyamatosan beszélgetnek, hát mert ott már furcsával van. Hogy egy barátság extrákkal. Igen. Ez nem az igazi. Igen.